Újabb bizarr plasztikai trend hódít az amerikai fiatalok körében. Dr. Krasznai Zsolt, plasztikai sebész van itt velünk. Méghozzá ez az úgynevezett bizarr, újabb bizarr trend, amikor ezt a gödröcskét, ami egyeseknek mosoly következtében keletkezik az arcukra, oda varázsoltatják egy sebész segítségével. Jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Pedig van, aki el akarja tüntetni. Szerintem különben jól néz ki. Szexepilnek is. Szexepil szerintem is, ugye ott van Charlize Theron, Reese Witherspoon, akinek kifejezetten, hogy jól mutatnak. Nem is kell messze menni, Szekeres Nóri. Ott Szekeres van neki Nóri. A pötty, és imádja. Igen, imádja. Nem, neki már nem csak, hogy pötty, egy picit már ugye erősebb, és hogy erősebben húzódik is a mimikával, ami szerintem kifejezetten egy érdekes, ugye ott az előbb is színésznők, igen. Hát nekem is az egyik asszisztensemnek van egy hasonló, és én mondtam neki, hogy gyönyör, és nagyon jól áll neki. És ő szereti? Szereti, Naná. Szereti. Igazából, hogy ebből lesz-e őrület, vagy sem, igen, férfi színészeknél is látható, hogy lesz-e őrület, őt nagyon szeretem, hogy lesz-e őrület, vagy sem, hát csodálatos kisnő, hát, hogy lesz-e őrület belőle, vagy sem, azt nem tudom, mondjuk Amerikában mindig vannak ilyen hullámok, elindul valami, aztán nem. Képezni ezeket, minket még ezzel nem kerestek meg, hogy pont ilyet szeretne, olyan volt már, aki szeretné eltüntetni, természetesen lebeszéljük róla, biztos van olyan centrum, van olyan hely, ahol ezt megtöltik, hogy kevésbé látszódjon. Egy ráncot, hogyha nagyon-nagyon el akarsz tüntetni, az előbb-utóbb mellett egy újabb ráncot fog képezni, hiszen valamit, ha merevebbé tesz, akkor másod fog megtörni. Ennek a képzésére pedig, illetve mondjuk arcpofi képzésére, most már fejlesztenek olyan dolgokat is, hogy nem töltesz, hanem a mellette lévő, vagy az alatta lévő részen belülről a szárnyakártya felől veszel ki zsírszövetet, és akkor így képzed ezeket a gödröket, vagy akár ugye kontúrokat. Én azt mondom, hogy ezek lehet, hogy rutinos kézben, ezek már rutinszerűen mennek és nincs veszélye. Nem lettem volna mondjuk az első 100 páciens, aki ezt mondjuk kipróbálják, mint ahogy ugye mind a mai napig ugye történnek olyan típusú szájdúsítások, olyan dúsítások, ahol implantátumot tesznek be. Engem sose tudtak rábeszélni erre a dologra, van ahol csinálják, de azt tudom azt, hogy a kezdő időszakban, akár paciensnek, akár orvosnál hatalmas botrányok voltak, hiszen kilógott a sarka, nem úgy alakult, újra vissza kellett menni, és ezért egy műtét, és mindig azt mondom, hogy egy mellnél mondjuk egy implantátum eltüntethető vagy cserélhető, itt hogyha úgy dönt végül a paciens, hogy nem kell, azért mondjuk szájfelvarrást nem nagyon lehet csinálni, már pedig a bőrt kinyújtja ott is. De én preferálom ezt a fajta stílust, ez nagyon szép, nagyon kellemesen kislányos mosolytat, kislányosabb arcot, fiatalosabb arc benyomását kelti, ez a kis gödröcske. Vannak ennél extrémebb beavatkozások is? Vagy, hát mindenféle már extrém dolog van, azért vannak őrültségek azért a plasztikai sebészek, inkább azt mondom az esztétikai iparban, de akár az öltözékben is, ugye az is valahol az esztétikumhoz hozzátartozik, hogy nem csak a testünket, hanem a ruházatunkkal is próbálunk valamit kimutatni, ebben is vannak természetesen extrém. De például múltkor találkoztam egy nagyon jó pofa esettel, mondjuk zsírleszívásról van szó, és a hölgy mellét nálunk operáltatta, orrát valahol Németországba, viszont ha zsírleszívásra talált Kolumbiában egy szakembert, aki egy specialista, aki kifejezetten úgy csinálja a hasizomlesziválást, hogy előre berajzolja a hasizomnak a vonulatát, és ott, ahol a hasizom van, ott meghagyja a zsírszövetet, és a kontúrnak megfelelően szívja le a zsírszövetet. Szóval a hölgy, amikor a hölgy levetkőzött, én azt hittem, hogy ilyen izmos a hasa, és nem, mondta, nem izmos, hanem sikerül. Szó szerint tökéletesen sikerült. Én még ilyet nem láttam, el is kértem a nevét az úrnak, mert ez kifejezetten tényleg egy szobrászat. Tehát ilyen mérvű extremitás van, aki már tényleg ennyire belemélyed, hogy ennyire szobrászkodik a teste. Mondjuk mondta, hogy megszenvedett, mert 4 napon keresztül minden nap vissza kellett járni, állandóan masszírozták a folyadékot ugye a zsírleszívás területéről, de tökéletes eredményt értek el. Elképesztő. Egyébként milyennek a folyamata? Kitalálja egy páciens, hogy ő mit szeretne, ami mondjuk teljesen bizarr, mondjuk ez a kis gödröcske, és aztán elmegy egy plasztikai sebészhez, aki addig fejleszti a technikát, ameddig tökéletesre nem... Igen, azt mondom, hogy a vad és durva dolgok elsősorban Amerikában és Dél-Amerikában indulnak el. Dél-Amerikában ott, ahol egy picit még szabadabb, freebb a jogi háttér és akár ezeknek a dolgoknak, ott tényleg elég durva dolgokat próbálnak kipróbálni, illetve csinálni, viszont ettől fejlődik valahol azért a plasztikai sebészet, hiszen az egyik ilyen nagy atya, ami Brazíliában volt egy idős, most nemrégen halt meg a Pitangit professzor, aki mondjuk egy riói égés során kezdte fejleszteni az égés plasztikának, és ez aztán építette rá, ugye a plasztikai sebészetnek a alapjai így kezdtek felépülni, tehát valami történik, ami alapján fejlődik, lehet, hogy pont egy sérülés alapján, egy rekonstrukció alapján jön rá egy bizonyos technikai mozdulatra,
egy plasztikai sebész, és döbben rá, hogy hoppá, ezt lehetne alkalmazni az esztétikai iparban is. A botox is valahogy így indult, tehát az sem egyből az esztétikai iparban kezdte a pályafutását. Pont, hanem... Most beszéltük valamikor a napokban, hogy tulajdonképpen ez egy védőoltás volt régen, csak van. A mellékhatását használjuk így már a plasztikai sebészetben. De a neurológiában is alkalmazták, például a migrénre, ugye, ahol a migrénseknél észrevették, hogy a nagyon erős ráncolás, középre volt ráncolásnál, régen az izmot vágták át egy pici meccésből, aztán rájöttek, hogy a botox erre nagyon hatékony. Viszont, hogyha amikor hatékony volt, akkor észrevették, hogy viszont ránctalan is lett tőle, akkor miért ne használjuk az esztétikai iparban. Mm. Tehát minden valamire ráépül, de azt én ugye, hogy mondod, hogy vajon hogy alakulhat ki, hogy most valaki bemegy egy ilyen kíváncsi és kipróbál, szó szerint valahogy elkezdődik. Amerikában mondjuk okosabbak, mert bizonyos technikákat különben most durván hangzik, de bonzteremben gyakorolnak be, és kezdik el ott akár az arcplasztika nagyon nagy fejlődése, az a bonztermekből indult el, ahol szerződés alapján sajnos kádervereken gyakorolnak be olyan technikai dolgokat, rétegeket, amit utána majd élőn is lehet alkalmazni. És ez folyamatosan fejlődik. Folyamatosan. Itt így, ahol áll meg. Hát remélem, észszerű határokon belül. Köszönjük szépen. Köszönjük.